Pedig már jó estét kívánok, hölgyek, urak, mert hogy itt az idő. Hoztatok-e valami jó kérdést magatokba, amivel szeretnétek foglalkozni, vagy hallani róla valamit? Mert hogy az előadás interaktív, ami azt jelenti, hogy tik is kérdezhettek, beszélhettek, gondolkozhattok, stb. Mert ez egy közös gondolkodás, ez eltér a szokványos dolgoktól. Igazából ez egy interaktív mise, hogy is mondhatjuk, a teremtésről. Most már 26 éve, az már ez nem kevés idő, 26 éve, és nem fogy ki a mondani való, persze, mert a teremtés rohadt nagy. Szóval nem a Föld a világ közepe, én vagyok én a kocsma közepén. Egy darabig azt képzelték, ugye, hogy a Föld a világ közepe, és aki azt mondta, hogy nem, hát azt mágiára is állították. De aztán kiderült, hogy nem. Az, amíg egy csomó dolog kiderült, mert ugye rettentően korszerű a heliocentrikus világkép, ugye ez az egy rettentően korszerű. Parancsolj! Nekem akkor lenne kérdésem, ha sem tudom. Jöhet! Lézerrel kapcsolatosan szeretnék kérdezni, hogyha ugye egy azonos két lézerfény szembeállítunk, ki voltja egymást, ugye? Nem. Tehát nem láthatóvá válik? Nem. Nem voltja ki egymást. Hát, most a láthatósági szempontból. De nem voltja ki egymást. Azt szeretném tisztázni, hogy mi is történik itt, ugyanis a Todorokaisznak ezt használja a gyógyításra. Én úgy mondta, hogy olyan azonos hullámhosszon egymásnak világítik, és abból lesz valami másmilyen lézer. Itt mi lehet pontosan, amit aztán az ősejt stimulálásra vagy gyógyításra használ? Nem kell hozzá semmilyen hókusz-pókusz. Ősej stimulálásra már a mesterprofesszor itt Magyarországon, hát ezelőtt 35 évvel már ezzel foglalkozott, meghalt szegény rákba. Én ismertem személyesen, egy találmányommal kapcsolatban bementem hozzá beszélgetni, és hát azt mondta, hogy ha lenne még időm, akkor azonnal hozzákezdeni, de tudta, hogy ő neki, én orvos volt, tudta, hogy ő neki már nem kell tartós tejet venni, mert nem biztos, hogy el tudja fogyasztani. Tehát szegény meghalt. De ő szintén az ősejt stimulálással, meg a sejtek stimulálásával általában foglalkozott, tudnélik fényel tölti föl. Azok a mindegy milyen fény, azt hozzá kell tenni. Mindegy milyen fény, és ez a mindegy milyen fény, ez gyógyító is lehet akár, de ezt már tudták mondjuk a japánok, akiknél a beteg ember volt, akkor piros papírra ragasztották be az egész falat, ami csak egy papír volt, tehát egy ilyen pauszpapírfal volt, de piros papírra ragasztották be, hogy gyógyuljon. Mert arra rájöttek, hogy a piros fénytől gyorsabban gyógyulnak a betegek, és ez nem valami kamuk volt, vagy valami beképzelt marhasság, ez működött, abszolút. Működött, és hát ugye egy piros lézerrel gyógyított a mester professzor úr is, tehát egyszerűen csak egy szórólencsével szétszórta a lézernek a fényét egy kis területre, mondjuk volt egy fekély sipoly, ami nem gyógyult, már kenték 5 éve, akkor se gyógyult. Az orvostudomány nem tudott vele mit kezdeni, széttárta a karját és elhúzott a csodába arra, mondván, hogy hát ez nem tudok vele mit kezdeni. A becsületesebb, a kevésbé becsületes az megvetette az egyre drágább gyógyszereket, meg jött rendelésre, meg mit tudsz. Az is ilyen, benne van a papírban. A lényeg, hogy ő rájött arra, hogy amikor egy ilyen fekély sebet bevilágítanak egy ilyen vörös lézerfénnyel, ami ez nem kell semmi különösebb, az AliExpressen lehet ilyet venni mondjuk 10 darabot 500 forintért vagy. Szóval körülbelül ilyen. Nem hülyeskedek. 5 voltos. Hát elmegy egy 5 voltos számítógépes csatlakozó, egy USB csatlakozó, ha a jobb és a bal szélső csatlakozót kell bekötni, azt is megmondom, és jó irányban, mert a pozitív meg a negatívra kényes, meg kell kötni, és akkor a lézer fog világítani, ha úgyha világít, akkor már meg is nyerted a csatát. Azzal egy kis szórólencsével rávilágítasz a sebre, és az elkezd gyógyulni. Lehet fókuszálhatót is venni. Tessék? Lehet fókuszálhatót is venni. Lehet fókuszálhatót is venni, így van. És az a lényeg, hogy szépen rávilágítasz csak a sebre vagy sipolyra, mert hogy azok azért mérgesedtek el, mert nagyon kevés energia jut ezeknek a sejteknek valaminél fogva. Rossz a vérkeringés, valamiért nem jut elég energia, táplálék, stb. Elkezdenek elhalni, és ahogy elhalnak, már az érrendszer is kezd elhalni vele, akkor még rosszabb lesz az ellátása,
és akkor elüszkösödik, le kell vágni a lábadat is, vagy a kezedet. Na most, ha jó időben, jó helyen és jókor elkezded világítani, akkor ez egyszerűen meggyógyul. Mert hogy mit kell csinálni, mit csinál az emberi szervezet? Azt csinálja, hogy fénytől tele atomokat, molekulákat, ami fénnyel telítődött, aztán megeszed, a növény kirakta így a napra a leveleit, és föltöltötte a klorofillal, cukrokat, keményítőket, mit tudom, amiket állított bele elő, és akkor ebben az anyaggal aztán te táplálkozol, megeszed, és ez a fénnyel teli anyag, ez beépül a lebomlik kis, egész kis részekre, olyan kis részekre bomlik le, hogy át tudja jutni a bélfalon, és ehhez nagyon segítenek a bélbaktériumok, amik benned vannak. Nehogy kiérzd őket, mert az nagyon fontos, hogy benned legyen. Egy darabig nagyon nyomták nekünk a tetránt, meg a penicillint, meg ész nélkül nyomták az orvosok. Én emlékszem, még ekkora kék tablettákat írtak föl a tetránnal, aztán utána hiszti volt, hogy a tetrán csak kimutatták valamilyen csirkébe, úristen, mi is a tetrán? Azt közben meg velünk kilosszám zaváltották a tetrán. Lehet, hogy ugyanazok, akik ki akarták minket nyírni mai napig. Na a lényeg, hogy nagyon nyomták nekünk a tetránt, túléltük. De rossz lesz a közérzeted, mert a közérzeted attól lesz rossz, hogy kiirtja a bélbaktériumokat, és nem tudod megemészteni a kaját rendesen. Tehát nem bontja el a beled rendesen a kaját, nem tud felszívódni rendesen, és ezért legyengülsz, minden bajod lesz, vagy egy sebb nem gyógyul, mert nincs elég energiája, nem tudja oda összpontosan egy hadsereget, mert a hadsereg is ilyen. Na most a hadsereg ilyen lankat, akkor nem tud harcolni. Mondjuk a fehér vérsejtjeid erőtlenek, gyengék, vörös vérsejteid nem visznek elég energiát, mert valami smogos levegő szív leköti a hemoglobint, ugye ez egy nagyon sunyi a szénmonoxid, mert leköti a vörös vérsejtnek a oxigén szállító képességét, és rajta marad. Tehát rászívja magát a vörös vérsejtre, aminek a gázcserét kellene csinálni, tehát hogy belélegezd az oxigént, aztán amikor földolgoztad a dolgokat, akkor kilélegezd a széndioxidot magadból, meg ami nem kell, kilélegezd, és aztán ez nem működik rendesen, és ezért meg kellett világítani egy fénnyel. A földön kívüliek is ilyen fénnyel gyógyítanak, de sokkal hatékonyabban, mint mi, mert hogy rájöttek nagyon pontos frekvenciákra, és lehet, hogy ez a kutató erre jött rá, hogy üttetett frekvenciákat lehet csinálni, mert a lézer az nagyon magas frekvencia, de rájött arra, hogy bizonyos betegségeket az nem igazán gyógyítja meg, de hogyha két frekvenciát összeütetek, akkor egyszerre oda világítok egy zölddel meg egy pirossal például, akkor keletkezik belőle egy olyan sárga, mint a gatyád, igen. Ilyen sárga mondjuk, és hogyha egy zöldet meg egy kéket, akkor egy kékes zöld keletkezik belőle, egy kéket meg egy pirosat összeteszek, akkor meg egy ilyen bíbor színű szín keletkezik. Ezek a főszínek. Ebből minden színt ki lehet keverni egyébként. Az égvilágon mindenféle szín, és a mennyiségével, meg a fényárnyalat nagyságát, ez már is a kontrasztot is ki lehet keverni, meg a fényerőt is ki lehet keverni belőle, és így alkotja a számítógépes kép a képeket. Na most ez a polarizált fény, ilyen volt az Evolight lámpa, egy magyar találmány volt, itt. Aztán a svájciak elvitték, megvették, nem tudom, de a lényeg, hogy iszonyú drágán adták, ilyen félmillióért, ilyen őrült drágán adtak. Csak egy polarizált fényt csinál ez a lámpa, és már mondtam nektek, de mondom még egyszer, mert nagyon kevesen értették meg, vagy lassú felfogásúak, vagy nem tudom, de a kérdéseket, amiket kapok, abból én tudom, hogy nem értik. Tehát, hogy megkérdeznek tőlem olyan dolgokat, hogy na most nem érti, nem baj, én azért vagyok, hogy elmondjam, és el is mondom szívesen. És az benne a lényeg, hogy ez a polarizált fény az nagyon egyszerű, mert ez a kis kamera, amit előttem van, ennek az a kis képernyője, az polarizált fényt csinál például. De az összes LCD képernyő az mind, majdnem, hogy mind a polarizált fényt csinál, és mert hogy van egy polárszűrő, egy ilyen nagy polárszűrő a tévéden, a lapos tévéden, ha elromlik és totál kidobásra van már ítélve,
ne dobd ki a polárszűrőt, ne legyél ilyen naiv fülye, mert nagyon drága, meg kell külön venni. Tehát a képernyőből ki lehet szedni az elején a polárszűrőt, az egy ilyen film, ilyen nagy, van ilyen nagy is, tehát nagyon nagy is, ugye a nagy képernyő nagyon nagy van, és ezek a polárszűrők, ezek semmi, ez csak egy film, amiben ilyen egyirányú csíkok vannak. Igen ám, de ez a fényt elszelektálja, tehát csak azt a fényt engedi át, amelyik egy csíkban ezek ezzel a csíkkal, ami közte van, tehát a kis résen megy át mindig a fény, de hogyha keresztbe megy neki, akkor beleütközik, és amelyik egységben rezeg vele, itt mutatja Péter a polarizátorra, az átmegy a polarizátoron, ez a lényege. Na most ez a polarizált fény, ez gyógyítóbb hatású, mint a másik fény. Az is gyógyít, egyébként nyugodj bele, tehát a napfény is gyógyít, bármilyen furcsa hangzik. Igen, és a sipolyokat is gyógyítja, csak ki kell menni vele, tessék parancsolj. Fontosabb, hogy hogyan generálom a fényt. Szénerőművel, millióéves szénből, vagy napkollektorral összegyűjtöm a fényt, az elektronokat? A kettőt összekeverted, tehát az elektronokat összegyűjtés, tehát a generálása, az, hogy milyen árammal, meg mit tudom, annak semmi jelentősége nincs. Viszont annak, amit a mondat elejében volt azért egy huncut kis valami, az a huncut kis valami az volt, hogy öreg fény vagy kevésbé öreg fény. Hogy öreg fény? Mi az, hogy öreg fény? Na most a fénykvantumok is keletkeznek és pusztulnak, az anyagi részecskék is keletkeznek és pusztulnak. Tehát az energia és az anyag megmaradás törvénye csak bizonyos intervallumban, ettől eddig igaz. Tehát e fölött és ez alatt nem igaz. Fénykvantumok tudnak keletkezni, és fénykvantumok el is tudnak tűnni a létezésből. A létezésből is eltűnik. Nem alakul anyaggá, és a másik nem alakul energiával, hanem eltűnik a létezésből. Tehát ilyen is van, és ilyen folyamatosan van az univerzumban. Nagyon tartósak, nagyon szívósak az anyagi részecskék, nagyon nagy nyomást kibírnak, nagyon sokáig el vannak a fénykvantumok is, de nem végtelen ideig. Nem, nagyon sokáig, de nem végtelen ideig, ez milliárd éveket jelent. Tehát kiszámolgatták, hogy egy elektron 10-21-en, vagy mennyi évig tud ellétezni, ha olyan kedve van. 10-21-én év az nagyon sok idő. Az azt jelenti, hogy egy egyes után 21-0 van, tehát az igen sok. 21-0. És ez a nagyon nagy szám, milliószor, nem, negyedik millió már nincs, mert a 21-en ott már nincs negyedik millió, csak tudom én, 100 000. Tehát az a lényege, hogy a fény is lehet öreg és fiatal, keletkezik is fény. A folyamatosan keletkezik, a napba is keletkezik anyag és fény, és ott pusztul is anyag és keletkezik, és meg pusztul is anyag és fény, és erről a fizika ma nem mond semmit, a fizikában téved is egyébként. Bár a jobb fizikusok azok már pontosan tudják, hogy amit én mondok az igaz, de csak a jobb fizikusok, mert a kevésbé jobb fizikusok azok még a dogmát betanulták ezelőtt 50 évvel az egyetemen, és még azt tudják most is. Tehát az energia megmaradás törvénye, anyag megmaradás törvénye, az már régen megdőlt, csak mondom, ettől eddig érvényes, de nem korlátlan. Na most ez a régi fény, ez azt jelenti, hogy régen keletkezett fény, és a régen keletkezett fény információsan sokkal gazdagabb, mint a frissen keletkezett. Tehát őriz rettentő sok információt magába, és a mennél több információt őriz magába, ugye, az univerzumból, annál több információ van benne az élettel kapcsolatban. Tehát az a holografikus tér, amiben mi élünk, és hát mi gyártjuk, a lelkünk gyártja, az bizonyos információs viharban van állandóan, mert hogy állandóan bombázzák a gravitációs hullámok az embert a környezetből, és ezek a gravitációs hullámok ezek ide-oda szitálják, rázogatják az anyagot, és a fénykvantumokat is. Éppen ma láttam a fénykvantumokkal kapcsolatban egy érdekességet. Ja, nem mondtam el még, hogy a nagy tévédre fényképez le egy nagyon pirosat, nagyon zöldet, és gépekbe vet föl egy valami hordozóra, amit elolvas a DVD lejátszót mondjuk, és tedd be, és akkor tegyél egy piros színt be, nagyon egyszerű, semmeddig nem tart,
vagy a Word-be csinálj piros papír hátteret, az is jó, beülsz a képernyő elé, és az is működik. Tehát gyógyítani lehet magad. Tehát oda, asztali testrészedet tartsad oda, amelyik testrészed éppen, hát persze halál hülyén fogsz kérdezni, ha seggel pucsit válsz a szobádba, ver az aranyeredet kezeled, és bejön valaki, hát ugye rettentő hülyén fogsz kérdezni, de ennek ellenére akkor is működik. Ez akkor is működik, és ezzel a fénnyel tulajdonképpen csak semmit nem gyógyítasz, csak teleteszed fénnyel a fénytől szegény anyagot, és a polarizált fény az azért jó, mert sokkal több hatol be az anyagi részecskékbe a polarizált fényből, mint a nem polarizáltban. Nem polarizált fény inkább verődik vissza. Tessék, Pancsi. Hozzáfűzni, hogy a távolság nagyon fontos, hogy milyen messzire jön a polarizált fény. Hogy? Hogy milyen messzire? Mert elveszti a polarizációst, ezért, mint hogy a koherenciáját is elveszti. Ugye a lézer is csak egy bizonyos távolság, koherencia hossznak hívja, csak egy bizonyos távolságig koherens, aztán elkezdenek egyre inkább mindenféle andabandák keletkezni benne. Miért? Mert a fénykvantumokat, amik mennek, azokat ugyanúgy háborgatja az univerzum. Ugyanam, amit mondtam, tehát az a hullámtér, ami mindenhonnan árad, az ide-oda lögdösi, és szétesnek ezek a szép együtt rezgő fénykvantumok, egyre zavarosabb irányba szórodnak, mindenféle levegő molekulákon szórodnak, stb. És ez a szórodás, ez elváltoztatja az egésznek a síkját, tehát áll a polarizációs síkokat, sőt, már minden visszaverődnek róla, és már mindenféle mást is hordoznak, talán azt is, ami nem kell. Na most el kellene találni jól a fényfrekvenciákat, ez egy kutatási terület, ebből nagyon sok dolgot ki lehetne hozni, mert ez egy ingyenes gyógyítás, ugye, mert beállítod a képernyődet, bármilyen színűrövet tudod állítani a képernyődet, mert lehet, hogy olyan sárgát kell, ilyen kadmium sárgát kell beállítani, mint a gatyád színe, bocsánat, hogy mindig a nadrágoddal foglalkozom, tehát és ez a lényeg, hogy beállítod valamilyen színűre, és attól gyógyul, mert az arra a betegségre az a frekvencia a jó. Tulajdonkívüliek több szint is használnak egyszerre. Lehet, hogy te, akit eltérítettek, zöldnek látja, vagy sárgának, vagy valaminek látja, de az is több színnek a keveréke lehet. Csak te nem tudod, mert te sárgának látod. Tehát az nagyon más. Te látod sárgának. De hogyha egy prizmára rávinnék, akkor szétválasztaná, hogy ebbe mindenféle színek vannak. Ugye? Mint a prizmával megnézed a higanygőz lámpákat, akkor látod, hogy legalább három színes pöttyöt látsz a lámpa helyett. Egy lámpa helyett háromat látsz. Van egy piros lámpa, egy sárga, egy zöld lámpa, meg egy kék lámpa. De nincs ott igazából, hanem az a háromféle színű fénypor van a higanygőz lámpában, és a három színű fénypor színe válik szét. Tehát az is egyfajta, akár még fényterápia is lehet, de csak akkor, ha jó a szín hullámosza. Tehát hangolható színeket is lehet csinálni, nagyon egyszerű. Programozni a színeket nagyon egyszerű. Photoshopba tudsz ilyen képet gyártani, meg ott meg tudod mondani azt is, hogy egyesével, bitenként meg tudod mondani, hogy milyen legyen annak a színe. Hát elég részletesen meg lehet mondani, és ezzel a színnel te már tulajdonképpen ki tudsz keverni olyan sokféle színt, amivel mindenfélét lehet gyógyítani. A frekvenciák megvannak, az ütetési frekvenciák is megvannak, mert a Rife, az aki azt a különleges vírusmikroszkópot csinálta egy Rife nevezetű kutató egy olyan vírusmikroszkópot, de a vírusok látszanak vele, nem a baktériumok, a vírusok látszanak vele. Élve. Na most ebben az érdekes, hogy életben, mozgásban, életben lehet a vírusokat megfigyelni. Az elektronmikroszkópban meg lehetett figyelni a vírusokat, csak ugye azt kellett vele csinálni, hogy lekezelni a preparátumot, nagyon precíz vágó berendezéssel levágni nagyon vékony réteget, rárakni egy cuccra, aztán utána le kellett fémgőzölni, és azért, hogyha lefémgőzölted, és azt kellett átvilágítani az elektronmikroszkóppal, csak akkor lehetett ilyen parányi preparátumot megfigyelni. Nem volt egyszerű az előkészítése, meg a kivitelezése, tehát bonyolult volt. De ezzel a módszerrel, amit a Rife talált ki, ezzel, mint egy rendes mikroszkóp alá be tudod tenni, és már figyelned, és életbe tudod figyelni, a dolgokat nagyon sokat számít, nagyon sokat. Mert mozgás miatt nagyon sok mindenre rájössz, hogy mit csinál ez a vírus. Látod azt, hogy ő mit csinál.
Tehát hogy megy be a sejtbe, hogy hatol be, stb. Ezt látod életben, mozgásban. Nagyon nehéz ezeket elképzelni, de ha látod, akkor az nagyon sokat segít a gondolkodásban. És ez a Rife, egy ilyen mikroszkópot csináltam, mert látszanak a nem terjedt el. Nagyon bonyolult volt, őrült nagy tákolmány. Volt egy ilyen, mindenhol csavarhatjuk, szerkentjük. De arra kell gondolni, és nagyon precíz hozzá kell tenni, hogy a mikrométernél is pontosabb cuccok kellettek hozzá a beállításához, ugye, mert egy vírust élesre állítani azért már nem van egyszerű, tudod? Hát így mélységélességre a vírust már nem olyan könnyű pont élesre állítani, hogy az nagyon jó legyen, de megcsinálta. Hát aztán nem terjedt el. Valamiért ez nem terjedt el, pedig jó lett volna, de nem terjedt el. Igen, de lehet, hogy rájött dolgokra, és elkezdte mondani, mint amolyan rendes humán. A rendes humán az rögtön kikövál mindent a világnak, és rát akarja adni. Hát az Isten őt megtanította, és ő most mindenkinek elmondja. Hát ebből aztán szoktak a bajok keletkezni. Tehát gyerekek, hát nem kell abban rohadt autóba benzint venni, hát vízzel is elmegy, így kell csinálni, így kell csinálni, elmondja a feltaláló. Na most az olajlobbi az nem fog ennek örülni, hát azt gondolom könnyű átlátni. Az olajlobbi ennek nem örül, egyáltalán kicsit sem örül. Arra gondolják, hogy ugye, hogy milliárdokat buknak naponta dollárba, sok milliárdot buknak naponta dollárba, de vízzel mész. Nem a te autódod, de a sok autón sokat buknak. Ugye, és lehet vízzel menni, csinált egy horvát nevezetű magyar, csinált egy ilyen vízbontós autót, ment is. Megvan nekem a teljes leírása, meg minden szabadalmi leírása, ezek megvannak. Érdekes volt, mert ugye a szkeptikusok rögtön azt fújták, meg volt nekik a receptjük, hogy hát persze, hát a vízbontáshoz több energia kell, és akkor, hát akkor rosszabb, mert sokkal több energiát kell elpocsékolni, áramot, amit eltárolni is nagyon nehéz, mert az akkumulátor, meg a, hát az nem jó, és akkor elmehetsz vele 100 métert, 500-at, de hát az semmire nem jó. Szóval rögtön fújták a notájukat, a szkeptikusok, de ez elment 6000 kilométert vele, hát ezt nagyon utálták. Hú, Ausztráliában. Ez a speciális fémlemezek közötti fúzió, ami igen, a igen, ezt, igen, igen. És ugye az volt a igen, az a gyógyszer már, azok a fémlemezes megoldások, ő ilyen érdekes, ilyen hullámos felületű edényt csinált, két elektródával persze, és esővízzel ment. Tehát azért esővíz, mert az lényegében desztillált víz. Hóléval, hát az télen lehet hólé, az bőven van, nem? El lehet tárolni nyárira az üzemanyagot? Hát persze. Tehát hólé, az eső is van, egy hordóban felfogod a csatornába, kicsit megszűröd, azt megy vele. Na most persze luggal csinálták ezt meg, nátronluggal vagy kálilúggal, az se nagyon drága, mert mondjuk a fahamut, hogyha kiáztatod, abból már is ott van a kálilúg. Régen a szappant abból főzték, ugye? Hogy a fahamut elrakták, csak a fának a hamuját elrakták, és akkor azt belerakták egy dosztos üvegbe, azzal mostak az öreg lányok még annak idején, ingyen volt. Ingyen volt, és akkor belerakták ilyen 5 literes uborkás üvegbe, belerakták a fahamut, ráöntöttek vizet, majdnem telerakták fahamúval, és akkor tele volt, akkor még öntöttek rá vizet, fölitta, és meg a tetején volt egy kicsi, és akkor ott azt időnként egy létszer megkeverte. Vagy fahággal, vagy mit tudom, mivel megkeverte, azért, hogy rendesen oldódjon ki belőle, és utána egy rongyal leszűrve leöntötték. Veszélyes, mert már maró, erősen maró lúgot gyártanak így, de ez hígítva nagyon jó használható mosásra. Tehát nem töményen, mert az kieszi a ruhát, de hígítva nagyon jól lehetett használni mosásra. Mert oldja a zsírt, ugye a nátrológ is, meg a kálilóg is, és ezzel a lúggal főztek szappant, ugye avas zsírból, akármiből, ami megette a fene a zsírt, a bödönyben megette a fene a zsírt, és akkor utána már nem jó volt kajára, akkor azt megfőzték szappannak. És akkor arra még jó volt, hogy kézmosó szappant főztek belőle, és nem kellett hozzá csak ez a zsír, meg ez a káli lúg, és kész. Azt megfőzted, rottyantottad, keverted, és ebből lettek a szappanok. Hát sokféle szappant lehet csinálni, annak nagyon sokféle variáció van. Itt van a United States Patent, ez a horvátféle szabadalom, tehát nem kamu, megvan, ott van a patent száma,
És van hozzá egy rajz alatta, az a következő lapon van, majd azt még mutassuk meg, mert az ez a lényege. Van egy ilyen nyolcszögletes cucc, ott ez egy tartály, fölülnézetben. A tartályban középen van egy trafó, amit nem könnyű átlátni, és a tekercs. Azért van benne, mert a mágneses teret is használja a vízbontásra, és azért belerakta a vízbontóba a trafót, természetesen az vízmentesen le van zárva. Van benne egy ilyen ferdes attirozású nikkel elektróda, nem vasból van, mit tudom, alumíniumban, nikkelből van az elektróda, vagy a rozsdamentesből is meg lehet csinálni, de ilyen bolond alakú elektróda, azért, hogy a külső felületen lévő másik elektróda az a felületével egyezzen. Tehát azért a kisebb elektródát úgy növelte meg, hogy csinált rá egy ilyen 8 szögletes csillagot, az az ívelt darab, az együtt már kiad ugyanakkor a felületet, mint a külső kerületen lévő elektróda. És hát ez nagyon érdekesen gerjesztette ezt a horvát, lehet, hogy még él is horvát úr, Isten értesse sokáig, mert nagyon jól talált ki, hát aztán nem nagyon terjedt el. Ez hidrogénre meg oxigénre bontja el a vizet, és akkor lehet olyat csinálni, hogy a hidrogént az föl lehet használni, és elég teljesen ártalmatlan vízzé ég el, tehát vízpára lesz a kimenete, úgyhogy abszolút ártalmatlan, belélegzésre minden abszolút ártalmatlan, vízpárát csinál, és ez a víz ez akkor igazán jó, hogyha nitrogénnel égeti el, tehát a levegővel égeti el, nem a duranogást égeti el. Nagyon jó hatásfokú lenne a robbanás, csak szétvisz mindent. Túl keményeket robban a duranogáz, az sokkal keményebbet robban, mint a benzin vagy a dízel, szóval sokkal keményebb, kemények kattan egy nagyon durvát, és szétviszi a főtengelyt, szétvisz mindent, mert a csapágyokat mindent szétver, mert túl erős a robbanása, hirtelen az égése, tökéletesen, az is vízzé égel, tökéletesen, nincs azzal semmi baj, csak a mechanikákat azokat nem nagyon szeret. Én terveztem ilyen turbinát, ami három ágú turbinák voltak, és így egymásba belementek, így ment a turbina lapát a másikba, így, azért, hogy így itt volt a tömítésen, így mentek ezek a turbina lapátok, és hát a kompresszió viszonya nem nagyon jó, mert ugye sokkal jobb kompresszió viszonyúak ezek a mai motorok, de csináltam neki egy elősűrítőt, meg egy kipufogós sűrítőt is, vagy egy ilyen kipufogó turbinát, így három turbinát csináltam ilyet egymás alatt, és akkor így már egész jól lett a kompresszió viszonya is. Tehát akkor már tud sűríteni, mert egy elősűrítővel sűrítem a középen égetem, és ebbe már el lehet égetni akár oxigénnel együtt is, mert az nem olyan kényes arra, mint egy csapágy, dugattyú csapágy, mert az szétveri. Mert azon támaszkodik függőlegesen, és az szétveri, ellapkásodik a golyó benne, meg minden baj lesz vele. Mert elkalapálja, hát az olyan őrült robbanák, keményen robban, hogy elkalapálja. Tehát ez a vízbontó, ez nagyon érdekes, mert azt csinálja, hogy föltölt egy kondenzátort, egy tirisztorral rásüti egy tekercsre, és a tirisztorral keltett impulzus rákerül egy szekunderkörre. A szekunderkörben van egy feszültségviszony erődióda, úgy van megcsinálva egy kicsit, mint a régi tévéknek a nagy feszültség, a booster dióda van benne, ott a régi tévéknek a nagy feszültségű diódája. Tehát ilyen diódát lehet venni, ez olcsó, szóval nem drágák ezek már. 20.000 voltos diódákat már simán lehet venni, olcsó fillérért, tehát mit tudom én, 10-et kapsz $5, tehát ezek nem árak. És van nagyobb teljesítményűben is, és az a lényeg, hogy ezek a diódák arra jók, hogy ezt az impulzust visszanyerje, ezt a feszültségimpulzust visszanyerje, nincs akkora veszteség, és nagyon-nagyon szépen 3-4 impulzust fog produkálni. Rásütök egyet a tirisztorra, és ez a lengő kör rész, ez még 3-at, 4-et, 5-öt leng utána. Az azt jelenti, hogy minden további leng, az első utáni további lengés az már nyereség. Mert az már nem attól megy, hanem attól megy, ugye, hogy van benne egy ilyen kondenzátor, kicsit hasonlít, mint a gyújtás a kocsikba, és azzal
meg egy kicsit hasonlít a tévéknek a poszterdiódájára is, és az a lényege, hogy ezzel vissza lehet nyerni. Megvan a kapcsácsi rajz, itt van, ott lehet látni az a blocking dióda, az 1N1190, az egy olcsó dióda, egy speciál, tehát az is ilyen 40 forint vagy, tehát ilyen bagatelek ezek, nem nagy dolga. A trafót kell megcsinálni jól, az megoldható, és ott van, hogy az a pulzus generátor, amivel hajtja, és utána persze amplitudó kontrollt, mit tudom én, minden benne van az áramkörbe, de megvan valahol nekem a teljes áramköre is, ennek kim van az interneten, ezeket meg lehet találni. Horváth Féle Szabadalom, keresgé és meg fogod találni, és ott van, hogy lehet a szekunder tekercset hangolgatni, egy variábilis induktor van benne, vagyis egy állítható induktivitás van benne, az azért kell bele, hát egy vasmagos tekercsebe csavargatok egy vasmagot, hát ez nem egy nagy dráma az se, és ez az állítható induktivitással ki lehet hangolni, nagyon jó a maximumra ki lehet hangolni, hogy ahol szeret járni a kör, az a lényeg, hogy ennek mennyi a futás ideje, a lengés ideje ennek a szekunder körnek, az, ahol ő szeret járni. Mit tudom én, ő 50 Hz-el szeret járni, akkor 50 Hz-el kell őt járatni, vagy 500-al, akkor 500-al kell járatni, és akkor jó jár, és akkor egy csomó impulzus gyárt még, ha ez jól van beállítva. És ezek az impulzusok már azt jelentik, hogy sokkal több energiát fog létrehozni, mint amit befektettél abban az impulzusban, mint amit rásütöttél az elején. Tehát az csak egy impulzus, és abból ötöt csinál, tehát már legalább meg háromszorozza, négyszerezi a teljesítményt, mert egyre csökkenőek ezek az impulzus amplitudók, de hát akkor is az még mindig nyereség. És ez a dologgal már a horvát elment 6000 kilométert, és láthatóan mindig csak vizet öntött bele. Mentek vele az újságírók, meg a fizikusok, meg a mit tudom én, Ausztráliából körutaztak vele, és működött az autója. Én beszéltem azzal az újságíróval, aki szintén ment ezzel a konvojjal. Tehát nem csalt, nem volt benne titkos benzintank, meg miért? Nem volt. Egyszerűen esővízzel elment. Tehát ott is az van, hogy az eget észre meszelik, nem mész el. Tehát rájött arra, hogy azt az áram, nem egyen árammal kell bontani a vizet, meg ráadásul arra is rájöttek, hogy akik ilyen vízbontással foglalkoznak, hogy ilyen lüktető egyenárammal sokkal jobb bontani a vizet. Tehát nem egyen feszül, rákapcsolom az akkumulátort, úgy bontom, bomlik attól is, csak az sokkal nagyobb áramot feszül, sokkal kevesebb gáztermel. De hogyha rángatom a vízmolekulákat, tehát tessék észrevenni, hogy az acéldrót húzásra, vagy a vasdrót húzásra nem szakad el olyan könnyen, de ha hajlítgatod, akkor eltörik. Tehát itt is az van, hogy ráncigálni kell, jó ütemben ráncigálni, amit a vízmolekula nem szeret, és akkor szétszakadt hidrogénre meg oxigénre, már is megvan, amit akartam. Ultrahanggal is csinálják meg, sokféle módon csinálják. És akkor igen, és azzal lehet neki segíteni. A horvát féle szabadalomban is belerakott egy röntgen csövet a legkésőbbi szabadalmába, egy ilyen fogászati röntgent is belerakott. De miért? Mit gondoltok? Gerjeszti az atomokat, hogy távolabb legyen a hidrogén az oxigéntől. Gerjeszti az atomokat, és akkor azzal könnyebb leszakítani a hidrogént, ugye, mert ha távolabb kerül az oxigéntől, meg gerjeszted, fölfújodnak az atomok, igen, de közben távolodnak is egymástól, és amikor távolodnak, akkor már könnyebb leszakítani. Akkor már egy jó ütembe kapott pofontól leszakad. És akkor ezt kell csinálni, és akkor ment tőle ez az autó. Tehát ez szabad energia, de nem az igaz, ez nem térenergia. Tessék mondani. Csak a mechanika már mondtad, hogy nem bírja a hagyományos mechanika, tehát ezt egy benzin üzemű autóba használta. Igen, de amit azt is mondtam, hogy az oxigént szélnek kell ereszteni, és akkor ettől kezdve milyen jó kis autón van, termeli az oxigént a természetben, nem pusztítja. Mert ezek az autók, hát ezek 14 ezer, egy liter benzin, ez 12-14 ezer liter levegőt égetnek el. Nagyon sok levegőt éget el, nincs annyi, mint hiszed. Picit sincs annyi, higgyél nekem, hogy nincs annyi levegő. Az egész egy ilyen 30 km magasságig van még valamennyi levegő. De már ott, már a Himalája tetején harmad annyi van. A 8880 méter magas, és ott a csomolunk már harmad annyi a légnyomás. Hát mennek föl ilyen hősködők oxigénpalack nélkül, de ott a hegy oldal tele van ilyen ősködőkkel, már a hullájukkal. Érted? Mert
visszafele jövett, már ott megmurdelt, leesett a szakadékba, erőtlen volt, nem bírta, kész, elfogyott a spiritus. Szóval egyedül is mennek, mert ilyen szuperhősök, és akkor egyedül ment. Hát akkor már még azt se tudják, hogy hol halt meg. Tessék, van csak. Azt említetted, hogy a mechanikája nem bírja, ami másik emmel égi. Igen, igen, de elkezdtem valamit elmondani. Ugye az, hogy szélne keresztem az oxigént, és levegővel égettem el, és akkor már a mechanikája is bírja. Tehát beszívott levegővel égettem el a hidrogént, abból is víz lesz, de nem lesz káros, víz lesz belőle, és az a víz, amit ott termelek, talán egy kicsi nitrogénoxid is keletkezik belőle, ami nem jó, de és nem szintiszta víz, hanem egy nagyon kicsi nitrogénoxid is keletkezik, de nem olyan mértékű. Az az autóknál is keletkezik különben, hozzáteszem, szóval minden autónál keletkezik, tehát itt lehet festeni magadat, hogy de így, de, hát mondom, de, hát az autódnál nem keletkezik, mennyi keletkezik, sokkal több. Tehát meg is, akkor attól működni fog, és ez ilyen vízbontó, de ez ilyen csövek, ilyen rozsdamentes csövekkel. Csak nem lehet akármilyen elektródával megcsinálni, mert elbomlanak ezek a csövek, tehát nem lehet csak vascsővel megcsinálni, meg ilyenek, hanem arra olyan rozsdamentes kell, jó rozsdamentes, nem olcsó, de így bontja a vizet vele, nézd meg, dől belőle a hidrogén. Lekapcsolja és dől belőle. De most egyenáramban is mondom, működik, de lüktető egyenáramban sokkal jobban működik. El kell találni ott is a frekvenciát, hol bontja a legjobban. És akkor el kell találni, és ez nem biztos, hogy ilyen hálózati frekvencia lesz, hanem valami egész más. Az is összetett. Tessék? Tehát, hogy az is összetett. Az is összetett, így van. Biztos is. Biztos, hogy összetett. De kísérletezni kell vele. Hát látod, hogy most megy a sok, van, lehet gázmérőt rárakni, literre megmérni, hogy mennyit termel, stb. Hát ezt meg lehet csinálni. És akkor attól kezdve ebből lehet, na jó, ez egy nagyon nagy dög, de azért egy autóba be lehet építeni egy ilyet is, kicsit más lesz az alakja, mint ahogy megszoktunk, viszont ingyen megy. Megy a fotel ingyen, azért az nem mindegy. Azt hogy oldottam meg, hogy a víztől ott a motor ne rozsdásodjon? Hát rozsdamentes. A motort is, ugye kerámia motorokkal, meg egyebekkel, hát sokféle megoldást lehet csinálni. A hidrogén az azért kárt tesz a motorba, hozzá kell tenni, kísérleteztünk vele, és kárt tesz benne, mert beledifundál az anyagba a dög. Belemegy a hidrogén az anyagba. Nagyon picike, és belemegy az atomok közé. És törékenyé teszi az atomokat. Tehát most már nem az atomokat, hanem az öntvényeket. Törékenyé teszi, mert az atomok közé beférköznek a hidrogén molekulák. Egyébként a hidrogén az átmegy a palackon is. Tehát, hogyha nagyon jó a csap rajta, meg mind, akkor is kimegy a falán, a tartály falán is kimegy. Úgyhogy jó nagy nyomással van benne, ugye mondjuk egy hidrogénpalackban, amit hegesztenek, az a nagy palack. Ugye? Ma jó nagy nyomás van, 90 légkör vagy mennyi van benne. Hát az majdnem olyan már, mint a Vénuszon lennél, úgyhogy tök jó. Mert a Vénuszon is annyi a légköri nyomás. Hát azért az nem kevés. Úgyhogy sűrű, nehéz, kemény, forró légkör van, a Vénuszon 600 fok meleg van a felszínen. Úgyhogy a kéz a kézbe sétálást felejtsd el, mert a grill csirkének már még annak is szeles leszel. Mert ugye a sütőben, a gázsütőben 170 fok van. Nézd meg, a vízzel hajtott autó, az van ráírva. Ez a Meyer kocsi. Ez a Meyer kocsi, és megy rendesen döngön. Ez egy régi ócska, még ilyen régi VHS felvétel, de a lényeg, hogy már ilyen régen, tehát már 30 éve felfedezték, de ameddig ki nem veszik a hasznot ezekből a gyárakból, amik a mostani autókat gyártják, addig hidd el, hogy minden létezhetőt megtesznek, hogy ezt ne hozzák forgalomba soha. Mert már hoztak forgalomba a villanyautót, jól összetörték az összeset, bevették, erőszakkal beszedték, utcáról ellopták, mindent megcsinálták. És összetörték, bepréselték, szia, ennyi volt. Mert hogy ilyen káros, meg olyan káros, hát persze a kasszájára, a zsebére kár, az biztos, hogy káros. Tesla csinálta legelső ilyen elektronos
A Tesla csinált egy ilyen autót, így ahogy mondod. Az étercsoport, meg egy antennát ki benne. Egy 180 centis antennát ki benne, én még azt is tudom. Beszéltem a Teslával, meg van hangfelvételve, szóval nagyon érdekes a beszélgetés. Na most az az érdekesség ebben, hogy akin keresztül beszélgetek, az egy műszaki analfabéta. Tehát abszolút műszaki, egy lány. Na most egy lány mit érte a műszaki dolgokhoz? Ja, és a másik médium, akin persze, ott egy fiú meg egy lány volt, de a 30-as évek, 35-as évek kapcsolási rajzgyelei voltak az üzenetben, amiket rajzolt nekem. Én értettem, mert én ugye már vagyok olyan öreg, én ugye 44-ben születtem, és akkor így még a háború után, ez még közel volt a 30, ugye még én 44-ben születtem, azért csak 14 év. És amikor már mit tudom, 10 év voltam, az még mindig csak 24 év, az nincs olyan nagyon messzire. És még a rajzjelek, még azok, mindenhol azok voltak, még megvoltak nekem, és akkor ilyen öreg ilyen buzerásoktól kaptam ilyen izéket, ilyen a rádióbuziktól, nem szexuális buzerásra gondoltam, hanem ilyen rádióbuzikat, akik csinálták a rádiókat, építették, mit tudom, és akkor azoktól kaptam mindenféle alkatrészt, kis srác voltam ki, lelejmódtam, hogy nekem is legyen ilyen messzel tranzisztort, meg mit tudom én, és a fehér festékben volt mártva az ilyen selejtran, működött, csak ilyen kívül volt a szokványon, de még működött, azt összeraktam belőle egy rádiót, azt szólt, anyám üledezett, nincsenek benne rádiólámpák, akkor mi szól ebben? Néhány ilyen kis bádokupak volt benne, és attól szólt, ugye, még ilyen P13-as, P15-ös tranzisztorok, ezek ilyen germánium tranzisztorok voltak, én emlékszem rá még, és akkor azokkal csináltam ilyen rádiót, erősítőt, mint tudom, hogy szólt hangszóróval, szólt a rádió, hát anyám teljesen ki volt hűve. Meg akkor is, amikor hazavittem, megvettem 200 forintért egy roncs tévét, amit egy ilyen rakéta mérnök, tudod, ilyen katona hozott haza valahonnan az oroszoktól, és már nem tudta senki azt itt megjavítani, hát nem volt se alkatrész, se semmi. Még adott hozzá nekem egy táskányi alkatrészt is, amiket hozott, de már nem tudta senki megjavítani neki. Ő meg ugyan mérnök volt, de hát annyira nem volt mérnök, hogy megjavítsa. És akkor eladta nekem 200 forintért azt a tévét, és akkor 1-24 órán kerül, szóval az én kinizsim az volt, hogy 1-24 órán belül elmenjek 100 kilométert, ahelyett azt csináltam, hogy 1-24 órán belül megjavított, meg akartam javítani minden áron azt a televíziót, meg is javítottam. Kézzel tekercseltem belőle a malomkereket, a kutyát, azért nem kis dolgám azt megcsinálni házilag. Nagy feszültségű tekercs, az hamar kigyullad le, még ilyen viasszal volt szigetelve, szóval azért voltak vele gondok. Meg sziklázik, akkor kigyullad, szóval még voltak bajok. És az a lényeg, hogy, és megcsináltam, és szólt a televízió, működött. Ott is a mutatom el volt hülle, hogy megszólaltattam is. Még a közelünkben nem volt egy televízió sem, vagy 5-8 éven keresztül még sehol, senki. Tehát a leggazdagabbaknak se volt, nem volt még tévé. Nekem már volt. Én már akkor csináltam egy rossz oszcilloszkópot, átalakítottam tévének, és az is működött. Egy ekkora kis zöld képernyője volt neki, ilyen ekkora. És de működött. Egy kicsit nagyobb gyufásdoboz akkora képe volt, és akkor még külön a hangot egy vevővel vettem hozzá, még a Rákóczi úton volt a kísérleti adás, én már azzal foglalkoztam. Szóval még nem volt tévéstúdió, meg M1, meg ezért még sehol nem volt. Még csak ilyen kísérleti adás volt, és én már monoszkopot vettem, és baromi boldog voltam, hogy szól a zene benne, és ott a monoszkop. Én nagyon boldog voltam. Tehát én elmondhatom magamról, hogy már gyerekkorom óta boldog ember voltam, és ez látszik rajtam, biztos észrevettétek. Tehát nem a depressziósan előtt, ezt csinálom, hanem van bennem életkedv, és aki ismer, személyesen eljött hozzám, és megnézte, az látja, hogy hát ennyi hülyeséget nem lehet összepakolni, meg összehordani, ami nekem ott össze van szedve, de mégiscsak megy, az működik, meg van csinálva, és megy, működik. Tehát én szeretek ilyenekkel foglalkozni, már nagyon régen nyugdíjas vagyok, de én nem tudnék otthon egész nap nézni ezt a trubadurládát, abba beledöbbenni. Ez nem jó. Hát állandóan gyalogolni sincs kedvem, állandóan mit tudom, mit sörözni sincs kedvem, mert inkább gondolkodok. És a gondolkodás sokkal jobb, ajánlom nektek, nagyon, nagyon jó tud lenni. Vannak ilyen hobbisták, tudod, hogy villany
vonatokat gyárt, és akkor kis fákat gyárt hozzá, meg sorompókat, meg mozdonyokat, meg mit tudom amiket. Ez is baromi jó dolog. És ez is jó dolog, hogy csinálsz valamit. Nem valaki csak elveri az időt, malmozik, sakkozik, mit tudom, elveri az időt valamilyen téren nyugdíjas. És három nyugdíjas ül a téren is. Azt mondja, hogy tudjátok, a legjobb dolog a jó kaja. Megyek haza, hú, az asszony vasárnap van, a rántott úr csinál, új krumplival, uborkasaláta, gyerek, hát a legjobb kajátok. Hagyjál már, azt mondja a másik, hagyjál már. Egy jó korsos sör utána, apám, hát azért azt gondold át, azért egy jó korsos sör, lenyomod a korsos hidegség, ége, így megy le, érzed a jó kis hideg sört, hogy megy le a gigádon, a gyerekeket, hát az mindeneket tete. Hülyék vagytok ti. Tudjátok, mi a legfontosabb a világon? A memória. Memória. Mi az, hogy a memória? Tudjátok, azt mondja nekem az asszony, hogy te véhülye, most mászol rám harmadszor, hogy elfelejtetted, hogy már megvolt. Na tudjátok, a memória, na az a legfontosabb. Úgyhogy ez is így van, hogy nyugdíjasok akkor jók, hogyha a világnak még valami jót csinálnak. És csinálunk jót. Csinálunk jót, mert a fiatalok azt gondolják, hogy nyugdíjasok nem tudnak semmit csinálni, azok hülyék húzzák, mennek a vérciki szandájukba, meg húzzák a banyatankot maguk után, és ezek a nyugdíjasok. Komolyan, és ez az ő fejében a nyugdíjas. Na most talán egyszer el kéne vele beszélgetni, és akkor lehet, hogy a nyugdíjas azt is tudja, hogy merre van Ausztrália, mert te nem tudod. Tudod? És itt kezdődik a probléma. És Új-Zélandon fejjel lefele hozzánk állnak, kérdezi tőlem. Hát mondom, igen. Hát az nem lehet. Tessék, parancsol. Ma olvastam az interneten, hogy az amerikai katonák jajgatnak, hogy Szíriába kibe kapcsolják az elektronikájukat. Hát gondolhatod, hogy ki, mi lehet ez? És leállnak a repülőgépek. Igen, igen. A Szíriában a katonák jajgatnak, hogy kibe kapcsolják az elektronikájukat. Igen, 4D hatás. Igen, de ez ilyen. 4D hatás. Hát ez egy fegyver, hát persze, hát hogy mennél jobban elektronikával felszerelnek egy tankot, vagy egy repülőt, vagy egy akármit, ugye 4D hatásra az az elektronika kb. Nullát éri, mert az összes elektronika az olyan, mint egy deszkadarab, semmit nem ér, nem vezeti az áramot a drót. Úgyhogy akármilyet is tervezhetsz te, akármilyen jót, akkor se fogja vezetni az áramot a drót. A radarod sem működik, mert nem vezeti az áramot a drót. Tehát ilyen 4D hatású műszert lehet csinálni, vagyis hogy berendezést, és ezzel azt is meg lehet csinálni, hogy akár a katonai szarok is lekapcsolnak tőle, tehát Szíriába panaszkodnak. Igen, mert az oroszok már régóta játszanak ezzel a történettel, én tudom, hogy már ilyen már régen volt. Valami két hadihajót megfingadtak a Fekete-tengeren, amikben még behúztak, valakik behúztak utána az évben, Konstancában vagy valaha behúzták, azok a kapitány le is mondott, azt hazament. Még a fél személyzet is lemondott, mert az összes fegyverük, az összes izei rakás tartsa, minden. Nem működik semmi. Tehát ez pontosan ugyanaz lehet, ugye? Tehát a földön kívüliek, akik egyébként nem léteznek ilyenek, de hát a földön kívüliek sok zuhant le az oroszok területén is, lezuhant, mert a közelünkben ilyen űrcsaták voltak, nem túl régen még, tehát már a szomszéd csillag környezetében komoly balhék voltak, az 4 fényév, na de az őrült nagy balhé van, elrepült az orosz a izé fölött, a hadihajó fölött. Szú-24-es. Tök mindegy, hogy Szú-24-es, milyen elektronika van, vagy milyen cucc van beletéve. Na most ugye ehhez aztán milyen gépet kell fejleszteni, mert a komputert lekapcsolja a saját komputerét is. Igen. Ugye? Nem egyszerű feladat ez megoldani, de bizonyára a földön kívüliektől valami huncutságot eltanultak, le tudják árnyékolni, hogy az ő számítógépüket ne kapcsolja le, de ami lefele van, az mind, és akkor elrepül a hajó fölött, és a hajónak az összes vezérlése nulla. Tehát ugyanilyenekre panaszkodtak nekem itt magyar vadászpilóták is, mert azok is találkoztak a nem létező földön kívüliekkel, nem egyszer. Nekem négy szem közt elmeséli, abszolút. Tehát ő hivatalosan nem meri elmesélni, mert jó fizetése van, és nem akar se a diliászba kikötni, se nem akarja, hogy kirúgják a jó melójába. Azt hiszik, hogy... Ja, és akkor nem, tudja a parancsnoka is, hogy nem bolond,
de nem most csinálhat mást. Tehát földön kívüliek nincsenek, ez az autézis, és akkor annyi. De most a leséték, hogy hát üldözi a repülőt, most, vagy a repülő az UFO-t, megy utána, és akkor túl közel megy hozzá, akkor egyszer csak az összes képernyője, ami van a előtte, elektromos műszerek, minden. Szóval, képernyő nyugalmi állapotba, lelankad minden, kész vége. Na de jó, de hát a vezérlés a gépet nem lehet vezetni. Mert az elkezd, mint a tégla. Jön lefele, mint a tégla. Na most, ha szerencséje van, akkor visszakapcsol neki az elektronikája, és ha elég gyors a Windows betöltése, mert azért az is ott is van valami Windows, ugye, rendszerprogram, és az nem tölt be jól, mert azt mondja, hogy kék halál, akkor neked is halál van, akkor még katapultálhatsz, ha olyan a gép, de hát nem minden gépből lehet katapultálni, tudod, mert a vadászgépből még lehet, de hát az is azért volt olyan, hogy ilyen anyós gyártók voltak ezek a vadászgépek, mert a hátsó vezérség lefejezte a szerencsétleneket sorba. És akkor úgy kellett belőle kiugrani, hogy mentél vele, dobtál vele oldalra egy ilyen hirtelen döntést, és közben, kilövés közben, tehát úgy kellett elsütni a patront, hogy közben még a gép így dőljön meg. Tehát, és ha megdőlt, akkor elsővített melletted a vezérség, és akkor életben maradtál. Tehát üléssel együtt ugye kilő egy ilyen rakéta, ez a katapult úgy működik, hogy a seged alatt van egy rakéta, négy is, és az patron, azt el lehetett sütni, és azt elsüti azt a patront, és akkor mind a négy egyszerre kilövi, és kimegy, van amelyikben egy, van amelyik négy, többféle megoldás van, és ezek kiemelik az üléssel együtt a repülőből, kiszakítja a tetejét a francba, és kirepül belőle, az repülő attól kezdve persze esik lefelé, mint a tégla. Jó napot! És így működik a katapult, és akkor egy csomó az orosz gépnél voltak ilyenek, hogy lefejezte a delikvenseket, a pilotákat, akkor katapultát, tehát nem élte túl ő se, lecsapta a feje tetejét, azt annyi jó. Mert szarú volt kitalálva, na, szóval nem volt elég nagy a gyorsulása a katapultnak, mert ha elég nagy a gyorsulása, akkor akármilyen gyorsan is megy, ha, igen, de azt meg nem biztos, hogy a pilota kibírja, mert hogy a vére föl, hogy nagy nyomással kimegy a lábán, fölrobban a lába. Azért vannak ilyen kötözött csonka ülésben a piloták, vagy a ruhában a piloták, ilyen kötözött csonka kinézésű ruhában, de van fűzve, mint egy női fűző volt régen, nagyon szorosan be van fűzve, hogy a kanyarba a 8-7, 8G, 10G gyorsulás is van kifelé a kanyar miatt, és akkor a lábán fölrobbantak az erek, és kifolyt a vére. Egy pillanat alatt spriccelt ki a vére belőle. Tehát nem kicsit veszélyes. És azért bekötötték ilyen kötözött csonkába, hogy ne tudjon fölfújódni az erek. És akkor, és amellett el is állul. Tehát amikor, mit tudom én, 8-10 másodpercnél tovább nem bírja a 10G-t. Tehát azzal szivatták a pilotákat az UFO-k, hogy derékszögbe elmentek oldalra. Nem elkanyarodtak így, olyat is tudnak csinálni, de nem. Volt, amelyik hülyeségből így derékszögbe ment el oldalra. Tehát ment előtte, jól látta, hogy derékszögbe megy el. Na most ő nem tud befordulni derékszögbe, ezek a vadászgépek. Szóval majd befordulok. Na de előtte kimegy Ausztriába a repülővel, meg visszakönyörnik. Mert olyan nagy ívet kell neki venni, hogy be tudjon fordulni. Úgyhogy nem olyan egyszerű, hogy ez hogy működik. Na itt van, ott jól lehet látni, a nem létező UFO ott van a két torony között, itt még megvan a két torony. Ott van a két torony között egy UFO, mindjárt kilóg elől. Figyeld meg, elől kifog, ott már kis lóg. Látod, és csum, látod, hogy milyen gyorsan ment el? Ott van velük szemben, és most ment el mellettük. Na most rá nem tudott mozdulni a pilóta. Tehát még ennyit sem tudott csinálni a pilóta, figyelj. Ez már ilyen hangsebességgel így, jó, így elment előttük. Hát gondold meg, ez szórakozott vele, na, pilotáskám, erre varják gombot. Úgyhogy, és ez nem hagy, figyelj csak, hogy megy el mellettük, figyelj! Ült, egy méterre ment el tőlük, semmit nem okozott, de hát gondolhatod, hogy a bent ülők, még a szemük pislogása is kevés. Ez letoltam volna a pályáról, hogy ez megy a térben, akkor ez letoltam volna a pályáról. Igen. Ez ugrált. Igen. Tessék, Pancsa. A 4D-ben másképp telik az idő. Igen, ott az idő, a fény, az az érdekes. Tehát 4D. Végül is valami ilyen? Hogy?
akkor végül is valami ilyen hókusz-pókusz csinál. És ez a köcsik, amit húz, ez nem a hajtóművének valami gáza, hanem mögötte a vákum. Mögötte a vákum, tehát olyan nagy sebessége, mert egy légritka teret csinál maga mögött, és a víz kicsapódik a pára a levegőből. Tehát ez nem valami hajtómű füst, ennek semmi nem füstöl benne. Én kikockáztam ezt a felvételt, nagyon lassúra kikockáztam, és lehet látni az ablakát, itt van az UFO, hogy nézd meg, milyen közel megy el, nézd meg. Egyel előbb kockánál ott van, látszik az ablaka is. Az UFO-nak az ablaka is látszik rajta. Tehát ott még, ott valahol, még egyel arra. Ott. Nem igazán. Ez egy elég rossz bontású kép. Nekem sikerült ezt jobb bontásba valahol megtalálni, és akkor az abba ki lehetett kockázni. 480 az kevés. Azzal nem lehet meg. 720-ban már lehet látni. Igen, és nekem ez megvolt. Kikockázva is, és nagyon szépen lehetett látni, még az ablaka is megjelent az UFO-nak, hogy ez egy UFO volt, ami New York fölött ott randalírozott, a két lerobbantó torony között ott állt. Még utoljára fölveszem a tornyot, mert szerintem tudták az időben, mi fog történni. Még utoljára fölveszem, lefényképezem, hogy körbe mosolygom, aztán utána megyek innen. Tessék, Pancsa! Múlt héten megosztottak egy közösségi oldalon egy videót, ami lehet látni egy olyan UFO-t, amit mondtál itt a Budafoki lakótelepen fölött ment, tehát tényleg egy nagyon hasonló, és onnan lehet tudni, hogy mi már tudjuk, hogyha vannak neki szondái, amik előre mennek, mert két szonda is megy előtte, amik térugrással közlekednek előtte, igen. És az tényleg baromi nagy, és tényleg megy ott, az is majdnem lövészek kéményeket. Igen, mert ő centire pontosan tud menni, tehát majd leviszi a kéményeket, olyan alacsonyan megy el, fél méterre vagy 20 centire a kéménytől, de azt hiszem, hogy le is fogja vinni a kémény. De közben nem. Na de arra gondoljál, hogy nem dőlnek le a kémények. Hogy ez mennyire tudja a teret manipulálni már, hogy nem csinál kárt. Hát persze, az lehet, hogy látomásai vannak alatt az ott ülőnek, hogy mit tudom én, 5 tévét lát a szobában hirtelen egy villanásra, szóval valami marhaságot mondjuk lát, amit ő sehova nem tud tenni, mert ezek halkan mennek. Vagy mit tudom én, a kávéfőzője fölmegy a plafonra meg le, vagy valamit csinál, amit ő nem tudja mire vinni a dolgot, mert ez olyan halkan megy. Nekem van egy ilyen UFO detektorom otthon a Keglin, igen, a vetítő vásznom a plafonba van beépítve. Ilyen vetítővászon, mint ez, majdnem ilyen nagy is, mint ez, ez a vetítővászon a plafonba feje lefele van beítve, le lehet húzni. Na most a lényeg, hogy annak a teteje, az 3 mágnészzár tartja. Ilyen földsúgható teteje van, ami ugyanolyanra van csinálva, mint a mennyezet többi része, és akkor egy kampóval rajta lehúzom, és akkor ott le lehet húzni a vetítővászon. Na most az a mágnes, amikor fölött áll a háznak egy UFO, az elengedi az ajtaját, és nagy csörömpöléssel lenyílik. Tehát ilyen pam, dang, 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 ilyen hangot ad, de jó nagy hangot ad, észre lehet venni. Pont mert a fiam panaszkodott, hogy itt randalíroznak a feje fölött, ugye fölül lakott a felső szobában, az már a fölötte csak a tető volt, azt annyi. De nem padlás, hanem csak a cserép, tehát már a padlás szobában. És ott randalíroztak fölötte, már voltak mindenféle anomáliák, és akkor mondtam, hogy csinálok neked egy jelzőt. És akkor csináltuk ezt a jelzőt, ami csak annyi, hogy mágneszár az kinyílik. Mondja. Ön névdében a mágnesség is megváltozik? Igen. A kedves kutatóhaverom, annak lehullottak a mágnesei, sikerült neki két térforrást létrehozni játékból, nem direkt csinálta, hanem szikráztatott, így a két ilyen nagy feszültségű szikráztató rúdja volt, és akkor élvezte, hogy ilyen nagy szikrákat húzott, és egyszer csak elkezdett ez a szikráztató így fölmászni a rúdon a szikra, és akkor ilyettében eldobta, és akkor valahogy úgy találta eldobni, hogy két ilyen pingponglabda méretű gombóc megjelent a térbe, és egy ovális ilyen luk jelent meg, nem a házfalon luxa, ne úgy gondold el, hanem ült egy ilyen Dexion salkó hávány, meg egy íróasztal. És akkor az ilyen munkahelyet csináltott magának. És ott jelent meg egy ablak,
a Dexion-sárgó helyett, és azon az ablakon kilátva egy rétet lehetett látni, virágos rétet lehetett látni, és ilyen mint a hieroglifák, ilyen betűk jelentek meg, és így imbolyogtak előtte, ilyen imbolygó betűk jelentek meg előtte. De mi volt ráírva, azt nem tudja, hogy a két belépsz. Volkent rátia lassati ogni speranza, kékét beléptek, hagyjatok fel minden reménnyel, vagy mit tudom, valamit kiírt, és erre aztán az eltűnt egy időm, de közben azt arra lett figyelmes, hogy az összes ilyen ritka földfény mágnesek, amik így a Dexion sarkóra föl voltak rakva, egy csomó, leesett a földre. Tehát elvesztett a mágnesességet. Ugyanúgy az elektromos jelenség is megváltozik. Tehát a gömbvillámok néha csinálnak ilyet, hogy ilyen derékszögnél hirtelen kanyart vesz egy gömbvillám, ilyen villámhárítóba, ilyen oldalról csap bele, nem így függőlegesen, hogy oldalról, még annál is egy kicsit ilyen kanyarodva, tehát ilyen hegyesszögbe folyó áramtól előfordul, hogy ilyen gömbvillámok keletkeznek. Parancsolj! De utána visszanyerték? Igen, utána visszanyerték. Mondjad! A 3D-ben ugye a három atya kiáradásának a komplexzása adja meg a elektronikus. A 3D-t, igen. Mágnesességet, stb. A 4D-ben ott pedig a négy atya. A négy kiáradásból annak a komplexitása. Igen, azt mi nehezen tudjuk elképzelni, mert a koordináta rendszerünk az 3D-s. Agyiban, az agyunkban is. Tehát nehezen tudjuk elképzelni egy negyediket. Szinte lehetetlen. Pedig még 5D is van, nem csak hogy 4. Tulajdonképpen a világ az végtelen sok dimenziós, megszámlálhatóan végtelen, hogy becsületes legyen. Az azt jelenti, hogy baromi sok, 10 az ezrediken forrás legalább van az univerzumban. Az nagyon-nagyon nagy szám. És gömbvillám lesz. Egy gömbvillám, nézd csak! Esik az eső, a webkamerát, annyira fúj a szél, hogy a webkamerát csóválja. Nem, hanem a biztonsági kamera alé van téve a telefon. Azt mondom? Igen, a képernyő. A képernyő a stacionális. Ja, aha. Ja, csak le a biztonsági felvételt lefilmezte telefonnal. Ott a gömbvillám. És így átment a képen. Még tesz egy fordulót, és aztán ennyi volt. Igen, az Egerlő Gyuri, mondhatom barátom, olyan régen ismerem, a sőerőgépész is nem fizikus, de nagyon régen érdekelte ez a gömbvillám, és foglalkozott vele, de nem látott még gömbvillámot szerintem, de az anyósom kettőt látott meg. Úgyhogy az benne az érdekes. Igen, a több majdnem karnyújtásira ment el előtte. Mert egy ilyen, hát mint ide te, mennyi, ekkora bejárója van körülbelül, egy autó simán be tud rajta jönni, egy akkora kapu bejárónál, akkora. Van ilyen fűves, és akkor áll mellett, és ott ment el mellett. Tehát az túl messzire nem lehetett tőlem, mint 2-3 méter, mert az egész 4 méter széles talán így van valahogy. Tehát túl messzire nem lehetett tőle. Ezért őrült erők vannak ebben, ugye arra gondolja, hogy egy ilyen visz egy űrhajót. Egy hatalmas nagy dög űrhajót visz, egy ilyen vacak gömbvillám. És ezt eldobálják, amikor helyet változtatnak, eldobálják. És akkor lemegy a földre, aztán valami kútba kiköt, vagy földbe, aztán jó. Hát a pekhead van, akkor lakott terület fölött dobja el, és akkor csinál néha olyat, hogy leeméli a tetőt. Az egész tetőt úgy, hogy a cserepestőri mellé teszi a házat. Fedélszéket kompletten így, hopp, olyan térre, persze, hát hogy bazi nagy ufót elvisz, akkor egy szar fedélszéket, hogy ne vinne. Értitek mi azért? Ez nekünk ez ilyen, hát az 20 tonna, hát azt nem lehet 20 tonnát, nem lehet arra, de hogy nem 20 tonnát, 1000 tonnát is arra tud rakni. Csak te ezt még nem érted, mert ez tértechnológia. Tehát ezt a földön kívüliek gyakran és állandóan használják, mert ezzel utaznak. Nem a térben mozognak, azért dobálják el ezeket a háromdimenzió megmaradást okozó gömbvillámokat, mert más miért csinálnak a térforrásukból, generátorukból, azzal már el tudják hagyni a 3D-t, el is hagyják. És azért szokott ilyen felvillanás lenni ott, ahol eltűnik az UFO. Hát egy ilyen felvillanás látsz a filmeken, rengeteg ilyet hamisítanak, azt is hozzáteszem. El akarják adni neked a
kamut is, hogy aztán megmondhassák, hogy igen, én csináltam, látod, milyen hülye vagy, elhitted, stb. Így működik, mert a szkeptikusok is dolgoznak. Nincs ezzel probléma. Na most azért néhány szkeptikus már engem hívott ilyen 12-kor, meg hajnali fél 3-kor, akik ilyen nagyon szkeptikus fizikus ismerősök voltak. Fél 3-kor éjjel fölcsöngetett telefonon, hogy most ment el a fej fölött egy bázi nagy UFO. Így alacsonyan ment el a fej fölött. Így nézte, lassan, nem sietett. Szóval nem szágudott, hanem így szépen lassan ment el a fej fölött. Talán 40-nel, vagy így valahogy. Ja, még annyira sem. Ment el, tessék parancsolni. Ugye elmennek valaki fölött, ők tudják, hogy ki van ott, tehát ez nagyon jó, hogy... Hát nem, biztos, hogy tudják. Ezerféle technika van, ezerféle tudás van. De megtudhatják, ha akarják. Nem biztos, nem biztos. Vannak, akik nagyon közel állnak hozzánk, csak már űrhajózásban előbbre vannak 1000 éve, és aztán vannak, akik már olyan tudással is rendelkeznek, hogy meg tudja mondani még azt is, hogy mikor születték, hol születtél, az anyádat meg tudja jeleníteni. Az egy kik? Hát fejlettebb civilizációk. De 1000 van. Kik? Hát 1000 féle. 1000 féle van. Sőt, a homo sapiens típusúaknak is vannak ilyen tudós elemei, és vannak olyanok, akik együgyűek a maguk módján, meg inkább csak robotokat küldenek el felderíteni. Tehát nem is emberek azok, akik kiszállnak, hanem robotok, ilyen biorobotok, akiknek az a dolguk, hogy felderítsenek, hogy nehogy ember megsérüljön. Tessék, Mács! Teljesen más kérdés az. A lélek milyen típusú sérülése az autizmus? A lélek milyen sérülés az autizmus? Mikor? Inkább így, hogy a tudat feletti rész az meg tud sérülni, a tudat alatti rész az nem igen. A tudat feletti rész az igen, az meg tud sérülni. Mondjuk, hogy higany van a környezetében, mondjuk. És az alapszoftvert nagy annyira megkárosítja, hogy a feje tele van higannyal. Valakinek, mert olyan injekciót kapott, amivel kicsit sok volt a higany, tartósítószer, nem véletlenül nem akarják beoltatni a gyerekeket, mert itt megy ám a nagy hiszti. Azt mondom, hogy csak hazai gyártású, csak itteni előállítású, csak felelősséggel és itteni előállítású oltóanyagot, és nem csalást, hanem szakemberek által előállított, és ott abszolút garanciát vállaljanak mindenre. És akkor azt mondom, hogy mi viszem beoltatni, ajaj, persze, a gyereket. Csak hogy olyan balhék voltak, amire már azt mondom, hogy na. Tehát olyan balhék voltak már ezzel kapcsolatban, hogy mit tudom én, Magyarországon kiderült ugye, hogy 4-szer annyi volt a higany tartósítószer, a higany macak az oltóanyagban, mint amit mondjuk Németországban árultak. Le lehetett mérni. Tehát be lehet tenni egy spektrométerbe, meg lehet nézni, hogy mekkora jelet ad. De ezeket meg lehet mérni. Azt hiszi a csaló idióta barom, hogy mindenki hülye. Hát nem mindenki, csak sokan hülye. De azért mindenki nem hülye. És akkor persze az emberek ezt meghallják, és akkor nem akarják az ilyen oltást, ne adjál a gyerekemnek, mert akkor meghűl, mert nagyon sok gyerek egészségesen született. Nem volt neki semmi baja. Megkapta ezt a védőoltást, ami támadó oltás volt. És ettől ilyen hülye gyerek lett belőle. Bizony. Tessék csak egy kicsit mellékhatásként ezt majd megnézni. Aztán utána elkezdtek olyan csippeket fejleszteni, hogy belefér az injekciós tűbe. Olyan távirányító csippeket, ilyen lélekszerű valami az, amit megfelelő helyre be tudnak irányítani, és attól kezdve egy kis mikrorobot, nanorobot. És azt a nanorobotot be tudják irányítani, és azt csinálnak veled, amit akarnak, te egy biorobotszerű hülye leszel, mert ha nem csinálod, megnyomják a gombot, hogy quit. És akkor quit. Quittek vagyunk. Ugye, hogy quittek vagyunk? Húgy! Ennyi volt. És te meg dobsz egy házast. Na, hát ezeket az emberek nem akarják. És nagyon jól lehet látni, mert azért a verichipnek azért a négyszeresére fölment az értéke. Ugye? A részvényeknek az ára 4-szeresére, 5-szeresére fölrohan. Miért? Mert akkora megrendelés kapott valahonnan, aki ilyen speciális csippeket gyártanak. Na most ezt az emberek nem akarják. Hát nagyon látható módon nem akarsz a biorobot lenni, én sem. Úgyhogy az a lényeg, hogy ilyeneket fejlesztenek. Tehát van a Földön
két nagy tábor van. Van egy tábor, aki az embereket tanítani akarja, boldogságot akar, szeretetet akar, és így tovább. És van egy tábor, az az ördög tábora. Van, működik. Működik. Aki viszont ki akarja írtani az emberiséget. Úgy akar téged megváltani, hogy mindenkit kiírt körülötted, és akkor van a 500 millió ember, az elég a földre. Aki túléli, jó katona lett belőle, kész. A George egy követ. Tessék? A George egy követ van az rávésve, az 500 millió ember. Igen. Hát nehogy azt mondta, hogy nincs ilyen terv, mert van. Van. Kőbe van vésve. Kőbe van vésve. Tessék, parancsolj. Mondtad, hogy ez nem fog megvalósulni, hogy nem... Nem lesz rá idő. Na mindegy. Kérdez. Mondjad. Csak annyit szeretném volna megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy a magyar gyártás vakcinát azt már majdnem teljesen meg ellehetetlen és szélére tették, ugyanaz a második Orbán kormány az elkezdte ezt megint kapacitálni, de a GlaxoSmithKline gödölői üzeme az egy nagyon gonosz társaság. Tehát azok a tisztelt... Aj, akik 4 milliárdot fölvettek, vagy mennyit, igen. És megcsinálják azt, egy családi házban szélámoskodtak. Steril átérben, tehát köpkönyökünk, én nem lett 10 részecskénél több. Én dolgoztam ezzel a tisztelt technológiával, én homosítottam meg a gyógyszeripari szaknyelvet ezzel kapcsolatban. Én már ez korábban katonai technológia volt. És megcsinálják azt, hogy hipóval, tehát ragacs képzővel tisztítanak ott, és gyakorlatilag domestos, azt tilos lenne bevinni ebbe az úgynevezett átérbe. És, na jó, hát a hülye az hülye. De ők ezt direkt csinálják. Nekik az is lehet, hogy direkt. A romános validációjuk van rá. És ez egy fél éves dolog, amire egy vegyszert validálnak. Csak egy üzemben. Igen. Nekik globális validációjuk van arra, amire ő azt mondja, hogy tilos. Tehát ugye van, amelyik azzal a domestosszal, akkor azt mondja, hogy ez nem jön. Ő meg használja. Így van. Tehát ez a minden szabad a Jupiternek, nem szabad a kisebb körnek. A másik, amit meg szerettem volna jegyezni, ez az úgynevezett kimutathatósági szín. Akik ezekkel dolgoznak, azok fölemelték egy olyanra piros vonalat, hogy csak olyan minősítő intézetben, csak olyan monitoring rendszereket működtetnek, amiknek kimutathatósági szintje olyan magas, hogy ezeket ő már nem veszi észre, az ember elviszi egy normál laborba, ott viszont azonnal kibújik, hogy tele van higanya, 40 féle vírus van benne, és egyébként meg hogy képzeljük azt, hogy pozitív nyomású térben csinálják a vakcinát, az negatív nyomású térben kéne csinálni alap. Igen, és hogy ne, kívülről ne kerülhessen be sem. Igen, vagyis hogy belül ne kerülhessen kifelé, ugye mert vakcina gyárt, tehát ott vírusokkal, baktériával dolgoznak. És ezt megcsinálják, simán, lelkiismeret furdalás nélkül. És az a szórakoznak, hogy lesz ebből járvány. Szabadjára engedték a Marburg vírust. Az ebolának a tízszerese, vagy négyzetére emelt ebola vírus. Nem lett bele semmi. Ez nem úgy működik egészen, ahogy úgy gondolják. Az Isten ravasz, de nem rossz indulatú. Mondta az Einstein, és neki nagyon igaza volt. Tessék, mondja. Azt kérdezem, hogy ezeket a kis mikrovalckukat, négyes meditációval ki lehet tessék elni? Lehet hatni rájuk? Úgy, mint hogy a vírus meditáció. Igen, lehet persze. Hát a vírusokat mindenre lehet hatni. Tehát én abszolút meg lehet csinálni. De minden indul egyébként a vírus? Hogy valaki elkezdtek ilyesmivel szórakozni, és abból lett a vírus? De ennek ez már egy nagyon jó technológiája az a vírus, igen. Aztán utána annak is elszaladta, tehát olyan variábilisra csinálták, hogy mindenféle variációk létrejöhessenek, stb. Meg hogy önreprodukálók legyenek, tehát a kapszomerjét szétrobbantod, akkor is még visszarakja magának. Hát, dohány mozaik vírussal kísérleteztünk, ugye, mert az emberre nem veszélyes, és akkor azzal kísérleteztünk, és visszarakja magának. Makrofág. Itt van ez egy bakteriofág, igen. Bakteriofág, és hát igazából ez egy fantasztikus. Tehát a baktériumokat pusztítja, ezt hozzáteszem, ez olyan. Tehát vannak ragadozók, akik a baktériumokat pusztítják. Hasznos is néha, úgyhogy attól, hogy mire van rászokva, vagy mire ráva, mert hogy programból mi van benne. Hát ez is egy ilyen dolog. Néha jónak látszik, aztán utána például a torkodban élő egyik szokásos baktérium, ami a torkon GG-be szokott élni általában, és akkor az összejön egy másik vírussal, ami létrehozza azokat a veszélyes variációkat. Ugye? És az aztán már kivéthetetlen, mert a saját megszokott baktériumod és a szervezeted nem úgy reagál már rá,
mert már megszokta, tehát szimbiózisban van vele, együtt élésben. Allergiát is kiválthat ilyen. Allergiát és autoimmunitás is ki tud így alakulni. Autoimmunitás is ki tud alakulni, meg egy csomó ilyen baj. Igen, igen. És ezeket kellene nekünk nagyon megérteni. Megérteni úgy lehet, hogy meg tudod figyelni. Ezek a műszerek, amivel már ilyen baktériófágokat meg lehet figyelni, ezek már olyanok, mint a Rife mikroszkóp, meg stb. Nem véletlenül nyúlták le azt a mikroszkópot, mert a tudás hatalom. Tehát ha lenyúlod a mikroszkópot, nem neki nincs, nekem van, akkor ebben én őrült előnyöket tudok szerezni. Hatos rezonanciájú egyébként ez a hatos rezonanciájú. Hatos, persze, térrezonanciában, a hatos szimmetriában van, de nem igazán kajak térrezonanciában van ez, de megnézed, öt lába van. Egyiket nem lehet tudni. Ott van, kilóg egy kicsit, igen, hat lába van. Igen, amit a hopiék, az is térrezonanciában van. Azért hatágúak a hopiék, mert térrezonanciában van, és mindig az aktuális, amerre esik lefelé, a mindig akkor ott az esés pillanatában lévő aktuális térinformációs rendszer van benne szépen sorba berakodva. Tehát ahogy kristályosodik esés közben, úgy mindig az éppen aktuális térinformációt rakja magára. És azért soha nincs két egyforma, mert hogy két egyforma hely sincs. A világegyetemben nincs két egyforma hely. Nagyon rosszul definiálta a hely fogalmát az, aki azt mondja, hogy egyforma a hely, de hogy egyforma. Nincs két egyforma hely, ezt mutatja a hópie. Hogy nincs két egyforma hópie. Nem véletlenül. Na, valamit akartál, tessék, Pancsaj. Én azt hittem, hogy azt a kérdést hoztam már leginkább, hogy mi történt Jézusról a feltámadáskor, az akkor mi zajlott le? Hát elment. Egy darabig még itt volt, igen, itt a föld körzetében, még megjelent a tanítványoknak, aztán elment. Na, itt azon az egyes feltámadás. Az atyával elmentek keletre. Elmentek keletre. Egészen Japánig elmentek, élt Japánban is, meg Nepálban is, meg Indiában is, meg Pakisztánban is. Élt, és 105 vagy hány, 110 éves volt körülbelül, amikor meghalt abban a testében, amiben itt élt, és ne föltámadt, és járkált az emberek között, az atyával együtt járkáltak végig. Tehát az volt az érdekes, hogy mindig vele volt, figyelt rá, és Japánban beszéltem a Gautama Buddhával, aki Japánban keresztény kolostor van ott, a keresztény kolostorban barát volt, tehát ilyen pap volt, de nem szentelték föl papa, mert tudták, hogy Buddha. Ott értettek hozzá, és tudták, hogy ő a Buddha. És nem is szentelték föl, itt beszélgettem vele, megvan az is hangfelvételben, egész fantasztikus. Az olyan, mintha egy őrvezető kitüntetné a tábornokot? Igen, őrvezető nem tünteti ki a tábornokot, kész. És akkor ilyen. És az volt a lényeg, hogy utána ment el Tibetbe, utána már nem beszéltem vele régen, most már régen, nagyon figyel a magyarokra, élt olyan életet, ahol tulajdonképpen Hun volt, tehát Hun királyfi volt. Akkor, amikor Gautama Buddha volt felesége, gyereke, mit tudom én, azt akkor elment az erdőbe meditálni, aztán rájött, hogy a francokat kell neki meditálni, hát ő már mindazt tudja, amit ezek meg akarnak tudni. Tehát ezek a ott lévő ilyen önsanyargató barátok, azok azt akarták megtudni, amit ő már régeségen tudott. És akkor rájött arra, hogy de hát én ezt nem akarom megtudni, vízen járni tudok én. Mert ő csak szeretne nagyon, de én már régebb tudok járni a vízen. Ja, hogy akkor ez, ja, hát ezt nekem nem kell megtanulni, és akkor víz elment vissza. Tehát akkor már nem akart megvilágosodni, mert már régen meg volt világosodva. Minek megvilágosodni, amikor már meg vagy világosodva. Egyébként annak is több fokozata van, vagy 12. Tehát, hogy van egy gradáció benne, hogy mennyire vagy megvilágosodva. Ez attól is függ, hogy mennyi az előképzettséged, mennyi a felfogó képességed aktuálisan, de nagyon függ. Mert igen, mert azt gondolod, hogy a Buddha az meg van világosodva, és akkor nagyon bölcs, és meg tudja neked mondani, hogy ki a szerelmed, meg mi a szerelemnek. De ez a nagyon megvilágosodva. Hát közben nem. Mert mit tudom én, volt egy ilyen kalandunk,
egy űrhajóba elmentünk, hogy megnézzük, mert tudtuk, hogy nagy baj van, és az neki fog jönni a Földnek, elmentünk földeríteni parasitot. De nem tudtuk bekapcsolni se. Olyan hülyék voltunk hozzá, mint a sár. Nekem szakmám a számítástechnika, de hát figyelj, amikor valami szanszkritül írja ki, akkor folyatod. Vagy a japánul írja ki, vagy kínaiul, hát folyatod a számítástechnikai tudásodat. Most én összeraktam ilyen kis URS rádiót, igen, adtak is hozzá nekem AliExpressen kapcsolási rajzot, csak kínaiul volt minden rajta. Na most, de összeraktam, megszólalt. Én ott voltam, azt láttam. Ugye láttad? Hát nem kamuzok, hát össze. És azóta megszólalt. Ja nem az, mondtad, vettem egy másikat, ez még aljasabb volt, mert ez ilyen felületszerelt volt, amiben ilyen két négyzetmilliméteres izék vannak, ilyen alkatrészecskék, és akkor azt kell beforrazgatni. Na de hát azt nem tudod megfogni, hát az már ízés. Egy ilyen hegyes tűvel lefogtam, és úgy forrazgattam be, de még úgy is elmozdult, meg csámpásan. De működik, megszólalt, működik, összeraktam. És volt benne vagy 40 ilyen alkatrész, ami ilyen felületszerelt. Gyakorlok rá, mert akarok ilyen miniatűr akármiket építeni. Tervezni én meg tudom, az nem probléma. Hanem ezt a miniatűr felületszereltet, az legyártják neked valamennyiért. Na de én akarom megcsinálni, és én akarom kivitelezni, és így tovább. Mert régen is azt csináltam. Én ilyen mániákus vagyok. Attól viszont nem adtam ki a kapcsolási rajzát, nem adtam ki a nyákrajzát, stb. Nem adtam senkinek oda. Én láttam, én csináltam, kész. És azért vettem ilyen kis PCB marót, ilyen kis nyomtatott áramkő marót, és meg tudtuk szólaltatni, a Peti már meg tudta szólaltatni egyszer-kétszer. A nyomtatóval küzdöttünk, mert ott maradt és belesült a műanyag. Aztán nem tudtuk, nem nyomtatott semmit már. Csak kattogott, nem bírta kinyomni a műanyagot magának. Szomorú lettem, egészen elszomorúan szétszedtem ízéporrá, de megjavítottam, jó lett. Végén a Peti rakta most össze. És elkezdtünk nyomtatni, hát van vele valami kis izé vele még, de már azért nyomtatott. Ez volt a lényeg. Az utolsó parasztot nem tudtam kinyomtatni, az utolsó fehér parasztot. Erről csak ott nyomtattam, és az utolsó fehér paraszt már nem sikerült, mert akkor döglött el a nyomtató. Parancsol. De mikor itt is a? Ez a PLA? PLA-ból, igen, persze, PLA-ból. Hát a hízében másik műanyagból nem tudtam nyomtatni, ott van, de nem, olyan, csak ilyen spagettit nyomtatott vele, akárhogy állítottam. Tessék, parancsolj! Visszatérve az autizmusra, túlreagálják a reakciót, tehát magyarul van valami, amit akar, de akkor ő sosem úgy viselkedik, mint egy normál ember. Kérdés az normál, csak túlreagálós. Igen. Kérdés az, hogy mi a jobb, hogyha túlvisszük ezen, tehát a hiszti korszakit, vagy hiszti, meg a csapkodásáig engedjük el, vagy inkább igyekszünk ilyen nyugodt környezetet. Csak nézd ide! Ha elkezdesz hisztizni, meg csapkodni, azzal csak még rosszabb helyzetet hozol létre. Tehát olyan kiáradóan nyugodtnak kell lenni, ugye Peti? Neki ilyenben van tapasztalata, csak azért. Tehát, hogy igen, van benne tapasztalata, és ő pontosan tudja, hogy igen, türelmesen kell bánni vele. Néha ezek az autisták fantasztikus okosak. Tehát azt gondolod, hogy olyan buta, mint egy növény. De közben fantasztikus okosak tudnak lenni. Néha olyan dolgokat megmond, hogy hány szem kristálycukor van a cukortartóban. Tehát meg tudja mondani szemre, hogy 5742. És megszámolod mikroszkóp alatt is, összeszalad magad, amikor kijön a végső eredmény. Hát ez nem lehet igaz. És így működik. Hány csepp eső esik éppen lefelé. Szóval olyan dolgot meg tud mondani, amit egy normális ember nem tud. Mert én vagyok a kristálycukor minden szeme, és én vagyok az esőcsepp. Így működik. És ezért tudja, hogy hány vagyok én most. Ugye? Ezért olyan zajos nekik a világ. Ezért olyan zajos nekik a világ. Így van, mert ők egyszerre minden. Tehát azért arra gondoljál, hogy az Istennek milyen őrült nehéz dolga van, annál autistább nincs, mint az Isten. Hát gondold be, hogy egyszerre ő minden, és mindenki. Minden és mindenki. Ő a puska, a golyó, az őz, a vadász, és minden. A puskacső, a fű, minden ő. Tehát neki, ő örül annak, hogy eltalálta, és ő neki ég az oldalába a golyó. Tehát egyszerre minden ő. Hú,
Gondolod ezt, most csak egy nagyon kis részét emeltem ki, de milliárd szám ilyen, ha nem ám a Földön, hanem az univerzumban. Nem az Isten, az csak a Föld, és akkor nem haver, nem. Az Isten sokkal, ne sokkal tökéletesebb, mint amilyen hülye vagy. És azt képzeled, hogy az Isten az annyi, hogy megteremtette a Földet, és akkor 6000 éve, és akkor így, hát komám, ennél az Isten egy picit többet tud. Mert ha fénysebességgel ment volna a százszorosával, ezerszeresével, akkor se jönne össze. Arra gondoljál, hogy 6 nap alatt 6 fénynapnyit tudott teremteni az univerzumból. 6 fénynapnyi. Ez azt jelenti, hogy a fénysebességgel ment a fény egy minden irányba, de 6 fénynapot ment. Most ez a legközelebbi csillag ide 4,25 fényév. Fényév. Tehát a fény év az azt jelenti, a Plutó 6 fényórára van. Tehát a fény onnan, a Plutótól idáig 6 órát jön. 5,58 vagy 9. Tessék van csak. Ebből lehet következtetni arra, hogy ez maga teremtő atya, ez egy élő lény, aki kifelé és befelé is érzékelő. Tehát hogy élő lény a teremtő atya. Visszakérdezek. A mindenben benne van az élő lény? Hát persze. Melyik élőlény van benne? Mind. Tehát az összes élőlény ő maga. Ezért mondtam a hasonlatot, hogy a golyó, a puskagolyó, a lőpor, a puskagolyó, a puska, a vadász, az őz, és minden ő. Érted? Az egész univerzum is. Az egész univerzum, minden. Hát ott van a János könyvében csak a sok süke boka, ilyen antropomorfatját akar egy öreg nagyszakálú bácsikát, az kicsi vagy nagy. Legyen Adam Kadmon méretű, hatalmas nagy, univerzális méretű, aminek mi csak a sejtecskéi vagyunk, vagy mit még azok se, de olyan nagy, de mindenáron ember alakja legyen. Mert az ember a saját képére és hasonlatosságára akar Isten teremteni. Mindenáron. De közben fordítva van, az Isten teremtette az embert a saját képére és hasonlatosságára. Vagyis, hogy benned minden egyes alkotóelem kiinduló pontjai, azok pontosan úgy néznek ki, mint az Isten. Igen. Benned az, a fénykvantumjaidban, az atomjaidban, és mindenben ott van, nem kell beletenni, nem kell beleönteni, nem kell beledörgölni, nem. Az benne, abból van, belőle van. Belőle benne általa, mondja a katolikus mise. De ez mit jelent? Minden belőle van, benne van és általa van. Csak hogy lehet valami egyszerre belőle is, meg benne is? Érted? Teremtsen akkor a követ az Isten, amit ő se tud elmozdítani. Az egész univerzumot ő csinálta, te hülye bóka, te kavicsokba gondolkodó. De Gyuri bácsi, lehet tudod, hogy követ teremteni, nem tudsz felvenni, csak megtanulja aztán felemelni. És akkor nincs teljesítve a kívánság az idiótának? Hát azt csinál egy kővel, amit akar. Hát persze, de mondjuk ha... Hát én vagyok a kő, meg tudom emelni magam meg. De nem lehet határformál logikának a szabályrendszert, hogy olyasfamire, ami az is, meg nem az is. Egyszerre. Igen, hát ezek ilyen emberi okoskodások, de nagyon szeretnének valahogy valaminél mindenképpen okosabbak lenni. De erre még egy kicsit rá kell gyúrni, gyerekek, mert ez még nem a vége. Úgyhogy innen a szünet után innen fogjuk folytatni, ha minden igaz. Igen, még van egy percünk. És itt felrakott egy térképet a Péter, ahol elindul Názáretből a Jézus, elmegy Szírián, Irakon, Iránon, Afganisztánon keresztül, Kasmírba, és ott hal meg aztán Srinagarban, de ő közben még volt 100 év alatt, nem ennyit csinált, hogy elment innen A-ból B-be, hanem még elment egészen Japánig. Meg Szkítiából is volt itt. Hol? Itt volt a Kárpát-medencében is. Azt én nem tudom, majd megkérdezzük tőle, hogy volt. Hát volt, mert belőle volt a Kárpát-medence, szóval nincs, hogy ő nem volt a Kárpát-medencében. Szóval itt vannak ezek az emberi, minden olyan emberi. Bácsi menő ezért, de közben, miközben ő, mint ember mászkált, mert hiszen az összes ideák birtokosa. Mit jelent ez az idea? Az idealizmus honnan ered? Ugye? Az idealizmus az azt jelenti, hogy előbb van egy ötlet, egy idea, és majd aztán azt megvalósítják. Idea az angolban ott van, ugye? Az nagyon használják az ideát, van egy ötletem. You have an idea? Yes, sir.
Sir magam a sir, yes sir. Tehát ez az ide, amit jelent. Ez egy hologram, egy gondolati hologram, amiben megvan teremtve valami. Tehát te építesz egy házat, és ez egy idea. Eltervezed előtte, papírra lerajzolod, hogy ilyen nagy lesz, ilyen alakja lesz, ilyen izé. Nincs még egy téglát sem, nincs még semmit, rajzolgatsz. Tehát már az idea kezd kialakulni, hogy milyen lesz majd a te házad. És aztán egyre finomabban és finomabban rajzolod le, a végén már belerakod a fűtésrendszert, mindenféle vízvezetékrendszert, villanyrendszert, már mindent beleraksz, és akkor mész el megvenni az anyagot. Még hol a ház? De az idea már megvan. Ez a nagyon fontos. Innen folytatjuk. Innen fogjuk folytatni. És tessék fölkészülni kérdésekkel. Van.